A mai Törökországban, Antália nyugati felén, a valamikori antik görög világban, Líkiában járunk. A legenda úgy tartja, hogy a szépséges Létó, Zeus kedvese, Vulkáni kényszerült féltékeny felesége Héra elől, ezért titokban szülte meg Apollont és Artemiszt. A szülés után vizet keresett, és ebben a farkasok segítették. A helyet az istennő, a görög Lykkos, farkas szóból Líkiának nevezte el. A földközi tenger partvonala mentén a Taurus-hegység oldalán haladunk az egykori Mira város felé. Szent Miklós sok évszázaddal később, Krisztus után 245-ben gazdag család gyermekeként a Líciai Patarában született. A városban kitört járvány miatt korán elvesztette szüleit, így a helyi érsek mellé került Patara kolostorába. Már ifjú korában is példás életet élt, ember szeretette, segítőkészség korán megmutatkozott. Nem volt még 20 éves, amikor pappá szentette. 300-tól Mira püspöke volt haláláig. Miklós kiválóan teljesítette püspöki feladatait. Püspökség alatt vagyonával segítette az embereket. Részt vett a nicceai zsinaton, és egy vitában meg is pofozta ellenlábasát. Ezért először ítélték, de a zsinat végén rehabilitálták. A keresztény üldöztetés idején, Diokletianus császár alatt Miklós börtönbe került. A püspököt később szabadon engedték, amikor Nagy Konstantin császár lett, és 313-ban kiadta milánói rendeletét, amely a hivatalos toleranciát kiterjesztette a keresztényekre is. Kevés olyan szentünk van, aki máig olyan ismert és népszerű, mint ő. Emlékezete a 13. századi legenda Aureában tűnt fel először. A 290-ben Miklós Jeruzsálembe ment zarándok útra. Vihar kerekedett, és a mellettük haladó hajónak elszabadult az orvitorlája. Látva ezt, Miklós a vízbe vetette magát, és magához ragadta a két fuldoklót, kimentette őket a vízből, majd az árboszhoz kötötte őket. Ezt követően helyére tette az orvitorla árboszrúdját, így a hajó egyenesbe jött. Miklós letérdelt, hálaimát mondott, és a vihart lecsillapította. Egy másik alkalommal az emberek föllázadtak a római uralom ellen, és Mirában három katonát akartak lefejeztetni. A püspök ennek hírére a vesztőhelyre sietett, és személyesen akadályozta meg a kivégzést. Jakobus de Voragin feljegyzése szerint Miklósnak volt egy szomszédja, egy elszegényedett nemes ember, aki három szűzlányát utcalánynak kényszerült adni, hogy élelemhez juthassanak. Miklós egy csomó aranyat rejtett egy kendőbe, és az éleple alatt az ablakon keresztül titokba bedobta a házba, majd ugyanolyan titokban távozott. Reggel az ember megtalálta az aranyat, és Istennek hálát adva kiházasított elsőszülött lányát.
Az emberek azt hitték, hogy csoda történt, de a csoda a következő két évben is megismétlődött. A harmadik alkalommal a legkisebb lányon is segíteni akart, de ekkor nagyon hideg tél volt, és mivel bedeszkázva találta az ablakot, felmászott a sziklaodaban épült ház tetejére, és a nyitott tűzszer kémén átdobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyát a kandallószerű tűzhelyre száradni, és ez pont beleesett. A bedobott aranyok között volt egy, melyet a helyi aranykereskedő adományozott Miklós püspöknek, ezért hamarosan rájöttek arra, hogy a titokzatos jótevő maga a püspök volt. Líkia területén több mint 1000 síemléket fedeztek fel, amelyek közül a legelterjedtebbek és leglátványosabbak a természetes sziklákba vált sírok. A líkiaiak a mennybe vezető út megkönnyítése érdekében halottaikat magasan a sziklákba temették. A legkiresebb látnivalók körülbelül 2000 évvel ezelőtt épültek. Ezek nagy részét a Krisztus utáni második században egy földrengés tönkretette, de később újjáépítették. Vajon milyen lehetett Mira városa Szent Miklós idejében? Csak találgatni tudjuk, de a város felső védettebb részeit Miklós is láthatta. A sírok közelében található egy ókori színház. Homlokzatát gazdagon díszítik az egykori színházi maszkok és mitológiai jelenetek. A színház a mai napig jó alapotban maradt fel. Közel 10 000 ember befogadására méretezték, ami az ókorban meglehetősen nagynak számított. A római időkben Mira Líkia tartomány fővárosa lett, és akkor is a birodalom része volt, amikor átért a keresztény hitre. Miklós 52 évig volt Mira püspöke. Hosszú békés öregkort ért meg, és 97 évesen, 343. december 6-án hunyt el. A legenda szerint angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás ered. Sírja fölé a 6. században építettek templomot, amelyet a később időkben többször is átépítettek. A jelenlegi templom alapjai a 9. századból származnak. 14. Konstantin uralkodás idején 1042-ben újjáépítették, és röviddel ezután kolostort is építettek hozzá. A 9. és a 11. században a keresztény és arab háborúk során megrongálódott a templom. A 11. század végén lett jelenlegi formájában helyreállítva, és a ma is látható mozaikok abból az időből származnak.
Szent Miklós szarkofágja több feltört sírhely szomszédságában, a templom oldalkápolnájában található. Olasz kereskedők által felbérelt kalózok 1087-ben törték fel Miklós sírját, és az ereklyéket Báriba vitték, ahol máig őrzik. Mira végső vesztét a muszlim beatolások mellett a sorozatos földrengések és áradások okozták, ezért jelenleg az ókori város nagy része a föld alatt van, egykori pompájának csak egy része látható. A városnak az 1920-as évekig még görög lakossága volt, de 1923 után a Görögország és Törökország közötti lakosságcsere részeként Likőja egykor virágzó települései jó részben kiüresedtek. Mira is egy török kisvárossá lett, amelyek nevét 2005-ben Demlinre változtatták. Miklós sírneve halála után mind Kelet, mind Nyugat-Európában tovább terjedt. A katolikus és a görög-keleti egyház szentje, a tengerészek, kereskedők, gyógyszerészek, a gyermekek, a diákok és általában minden nehéz körülmények között élők védőszentje lett. Szent Miklós december 6-ai egyházi ünnepe kapcsán terjedt el a 19. században, vagy december 5-e éjjelén, december 6-a hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, és ha az elmúlt évben jó viselkedtek, ajándékot is hoz nekik. Szent Miklós ünnepe azonban az évszázadok során jelentős mértékben átalakult, és a vele kapcsolatos hagyományok visszaszorultak. Ünnepe pogány hagyományokkal is keveredve vesztette el eredeti tartalmát, és valamilyen kitalált mesebeli jótevő lett belőle. Ennek során ő lett a finnek részharraszánon szágoló Jólkopulkia, Svédországa Jultomten, Németországban Weihnachtsmann, Franciaországban Père Noël, Angliában Father Christmas, Amerikában Santa Claus, Kelet-Európában, a volt szovjet blokkban pedig Gyedmaroz, nálunk télapó lett belőle. A globalizált Mikulás, ha már az északi sar közeléből, a lapföldről rénszavrasok vontatta, ajándékokkal megrakott szárnyával járja körbe a földet. Senkit nem zavar, hogy Szent Miklós életében soha nem járt lapföldön, és Líkiában bizonyára rénszavrassal sem találkozhatott? Az 50-es években a télap ünnep jegyében született a kisé butuska, hulla sejmes, fehér hó kezdetű dal, pedig van nekünk az ünnepen sokkal jobban élő szép énekünk is. Miklós püspök egykor régen segített a szegény népen, őt dicsérte koldús árva, emlékezzünk jóságára. Szegény ember három lánya, nem volt pénzük hozományra, a jó püspök gondol rájuk, nem engedi hervadásuk. Ablak alatt csendben járva, bedobja a pénzt a zsákba, szegény leány, hogy megdömbben, cipőjében nagy kincs pottyan. Miklós püspök sírba téve, gyászolja őt hárva léve, szállj meg minket, kegyes Isten, ki segít meg ínségünkben. Édesapa sző egy tervet, hadd örüljön minden gyermek, köpenyében, süvegében, jót teszek az ő nevében. Ajándékos, kedves szentünk, segíts mindig jónak lennünk,
szeretnünk megosztozni minden kincsen, mit kegyesen áld az Isten.